Esetleírás. Ez volt a 877. nap azután, hogy a Hold elszakadt a Földtől. Galaxisok között haladtunk el a világűrben. Amikor Tony Cellini azt hitte, hogy másodszorra találkozik halálos ellenségével. Martin Landau, Mihály Győző. Barbara Bain, Borbás Gabi. Alfa Hold bázis. Sárkányok birodalma. Cellini, minden rendben? Igen. Jól vagyok. Köszönöm, doktornő. A komputer szerint a pulzusa és a metabolikus folyamatok veszélyesen felgyorsultak. Semmi baj. Rosszat álmodtam. Nincs semmi baj. Csak egy álom volt. És trauma nem érte? Nem. Semmi bajom. Rendben van. Ha mégis segítség kellene, éjszaka ügyeletes vagyok. Köszönöm, doktornő. Köszönöm. Egész nap a géppel játszott. Végre egy igazit szerettem volna játszani.
A gépet mindig megverem. Maga programozta be. Ettől még azért magát is eltángálom. Sakmat. A kompjúter nyilván mérges, mert megsértette. Tony Cellini belépett a tiltott területre, a 4-es felszállónál, és nincs is szolgálatban. Tony? Tony, mit művelsz? Válaszolj, Tony! Blokkolja a kommunikátorát. Tony, mi van magával, alvajáró? Orvost kérek a hajódokhoz azonnal. Kánó, Carter kommunikátorával feljutott az egyik sasra. Állítsa meg! A sast kézi vezérlésre állították. A kompjúter semmit sem tehet. Belépés megtagadva. Kompjúter, itt a parancsnok. A 4-es doknál kérem a biztonsági tiltások feloldását. Felszállás letiltva. Hagyj el menni, John. Köszönöm, most már egyedül is boldogulok. Jó ét, parancsnok. Nos? Amennyire egy kábítólövés után jól lehet, az ember jól van. Valami hasonlóra számítottam. Labilis az ideg állapota. Inkább csak különc ember. Sosem értettem igazán, mit szeret rajta. Helena, Tony nem gonosz. Csak zavarodott érzelmileg. Ez egy elfojtott hisztérikus roham volt. Mit gondol, vajon hova akart menni így pizsamában? A semmi közepén vagyunk. 3 hónapnyi útra az űrsassal a legközelebbi naprendszerhez. Így viselkedik egy normális ember. Még a fogkeféjét sem vitte. Helena, nem ismerte azelőtt, hogy fellőtték az ultraszondát. Ő volt a legjobb amatőr atléta. Verseket írt. Felkészült asztronauta, sőt, a legtehetségesebb mindközül. Ismerem a múltját. Valami történhetett vele. Valami történt ott az ultrán túl, amit sem maga, sem én nem értünk. Sőt, ő maga sem értheti. Ezért nincs nyugta tőle. Ezt teszi tönkre. Nézze, John. Tudom, hogy az ultraszonda sokat jelentett magának, de Cellini meg egyenesen mindent, képtelen elviselni a kudarcot. Ezért lett volna maga jobb kapitánya a programnak. Koncentráljunk Cellinire. Rendben van. Én azt mondom, hogy végzetes hibát követett el azon a szondahajón, és mint ügyeletes ász, képtelen volt ezt elismerni. Nem, ez nem az ő stílusa. Ő is azt hiszi, hogy tévedhetetlen. Maga is azt hiszi róla, de én nem. Helena, semmit sem tudtak bizonyítani. John, mikor ez történt? Tagja voltam az orvoscsoportnak, megvizsgáltam Cellinit. A jelentésem őt tette felelőssé.
Én csak leírtam a tényeket, ahogy láttam azokat. Hiszen nem voltak tények. A lelki állapota labilis, és mint ilyen veszélyes az alfára. Jobb lett volna, ha a lézert használom és megölöm? Hajtom. Miért nem ír mindjárt egy levelet az űrtanácsnak? John haragja érthető volt. Ő és Cellini voltak az ultraszonda program mozgatórugói. 1994-ben, még azelőtt, hogy a Hold elszakadt volna a Földtől, Viktor Bergman professzor felfedezett egy új bolygót a Föld naprendszerének határain túl. Ultrának nevezte el. Űrhírek. A dátum 1996. szeptember 3-a. A híradás helyszíne Houston, Földbolygó. Az ultraszonda program. Vajon ki lesz a hajó parancsnoka? Anton Gorszky, az Alpha Hold bázis parancsnoka, szeretne a hétvégén véget vetni a találgatásoknak. Persze, persze. Most már jó volna dönteni. Mindketten nem mehettek. Valakinek innen kell irányítani a műveleteket. Nem hagyhatjátok Gorszkyra. Na jó, Tony, döntsön a sors. A győztes viszi a hajót, a vesztes megmondja Gorszkynak. Fekete vagy ezüst? Fekete. Hát, az Isten tudja, ki a jobb asztronauta. De, hogy az Isten azt tudja, hogy a legnagyobb agyaknak itt kell maradniuk az alfán. Azért szívesen mennék. Ezek szerint ez eldőlt? Igen. Hát el. Az ultraszonda hajó kilövésének napja 1996. június 6 volt. A parancsnok Tony Cellini kapitány, az asztrofizikus Dr. Darwin King, sugárzás szakértő Dr. Juliet Mackey, Monique Foscher pedig a csapat egészségéért, táplálkozásáért és lelkiállapotáért volt felelős. Áthajóztak a bolygóközi űrállomásra, ahol a szondahajó állomásozott. A beszállás és a visszaszámlálás minden probléma nélkül megkezdődött, a kilövés pedig terv szerint 20 órakor megtörtént. Elkezdődött tehát a leghosszabb űrutazás embervezérelte űrhajóval. Majd 8 hónapon keresztül eseménytelenül zajlott az út. Semmi sem zavarta meg az űrhajó pályáját, minden rendben működött, egyhangúan telt a repülés, és a navigáció is hibátlan volt. Napokon keresztül hatalmas izgalmat okozott, hogy a műszerek előre jelezték, a bolygón a földihez hasonló körülmények vannak. Úgy tervezték, a bolygóra szállást ember vezérli majd, de ahogy a szondahajó elhaladt az ultra mellett, ideiglenesen minden kapcsolat megszakadt az Alpha Hold bázissal. A bolygóra szállás nem sikerült. Darwin, mondja, mi a vélemény erről? Fém tárgy. Kicsi és statikus.
A helyzete 1-0-9. Sugárnyaláb mindenre abban az irányban, és nézzük meg közelebbről. Fantasztikus! Honnan jöhettek ezek, és mit csinálnak itt? Életnek egyikben sincs nyoma. Lehet, hogy tényleg üresek? Lehet, hogy valami nagy világűr konferenciára jöttek mindenfelől, és itt parkolnak le. De hol van a konferencia? Valaki csak van itt. Darwin, ellenőrizze a komputeren. Igen. Juliet, célozom be minden űrhajót az élet spektrummal. Olyan hajók vannak itt, amelyek a csillagközi utazás álmát valóra válthatnák. Könnyűszerrel kijuthatnánk a saját naprendszerünkből. Csak az kellene, hogy valaki megmutassa, hogy működik. Életnek még mindig nincs nyoma? Az égvilágon semmi. Olyan ez, mint egy temető. Csatlakozzunk. Ha a komputer azt mondja, minden tiszta, a fedélzetre lépünk. Rendben. A csatlakozó zsilip tökéletes. A légkör biztonságos. A hőmérséklet 28 fok. A sugárzás... 0. Lehetne jobb ennél? Hát akkor szezám tárulj! Csak egy pillanat, Darwin. Várom, hogy én is ott lehessek. Nyitom! Csukbe, Tony! Mi történt? Szél volt, meg zaj és fények. Nagyon különös volt. Zárd be a hátsó ajtót! Zárd be! A főáramkör elszállt. Próbált manuálisan. Ki. Már is megyek! Segítség! Yeah!
A megpróbáltatások ellenére Cellini brilliánsan vezette a mentőhajót egy az ultrához közelebb eső pályára, amely visszafordította a föld felé. Egyedül ő maradt életben, több mint fél éven át utazott. Cellini kabinját csak véletlenül találták meg, és visszahozták az Alfára. Ekkor már majdnem meghalt. Rendben, vigyék az intenzívre. Bob? Már az is hihetetlen, hogy életben van. De túléli? Hogyne? Csak bátorság. Ahogy Cellini kezdett felépülni és visszanyerte erejét, a hivatalos álláspont is megváltozott. Már nem hősként kezelték, kételkedtek benne. A történetet, miszerint egy szörnnyel találkozott, nehezen hitték. Ráadásul a fekete doboz által jegyzett adatok is kételkedésre adtak okot. Mint az űrtanács orvoscsoportjának tagja, én kezdtem el megvizsgálni a paciens mentális állapotát. Jó napot! Cellini kapitány? Igen. Helena Russell vagyok, az űrtanács által megbízott orvos. Üdvözlöm, doktornő! Remélem, csak beszélgetni jött. Egy széket kérnék a doktornőnek. Ha a történetet akarja hallani, jobb, ha kényelembe helyezi magát. Köszönöm, kapitány. Ne hívjon kapitánynak. Szólítson csak Tonynak. Minden csak azon múlik, hogy az előítéleteit akarja megerősíteni, vagy nyitottan áll a kérdéshez, és meg akar hallgatni. Hogy érti ezt? Senki sem hisz nekem. Nem tudnak hinni. Hisz tudja, a zöld szemű szörnyeteg a távoli űrből a gyerekmesék elmaradhatatlan kelléke kitalált, mint a télapó. Hogy is hihetne ebben egy felnőtt? Nézze, ne tereljük rossz útra ezt a beszélgetést, ha kérhet. A helyzet az, hogyha egy pocakos, fehér szakállas, piros kabátos alak megjelenne itt, igazoltatnák, letartóztatnák, nem hinnének neki. És pontosan erre készülnek velem, meg a szörnyemmel is, igaz? Én egy szót se szóltam a szörnyről. De akkor is erről akar beszélni, nem igaz? Nézze, nekem nem volt semmilyen konkrét elhatározásom, mindenre nyitott vagyok. Beszélhetünk a télapóról is. Felőlem, doktornő, maga jött el hozzám. Gondolom néhány perc, és már a szexuális életem lesz terítéken. Legyen. Látom, sok mindenről szeret beszélni, széles az érdeklődés. Én az igazat akarom elmondani magának. Azt akarom elmondani, hogy minden, amit a jelentésemben leírtam, igaz. A csápok, a vérszívó fogak, a tüzes lehellet, az egész gennyes, fantasztikus történet igaz! Nem pedig egy betegelme képzelgései. Teljesen biztos vagyok minden részletben, amit leírtam. És ha a fekete doboz adatai szemben állnak a történetemmel, akkor a fekete doboz hazudik. Ez azért némileg meglepő kijelentés egy racionális embertől. Akkor nem vagyok racionális! De azt szeretné, hogy higgyenek magának. Azt akarom, hogy mindannyian, maga, Bergman, König, Dixon, felejtsenek el minden kritériumot, ami alapján eddig meghatározták, hogy mi igaz. Tegyék félre a racionalitást, el kell hinniük, hogy én Tony Cellini szemtől szemben álltam a sárkánnyal, puszta kézzel harcoltam ellene és túléltem. Ezt kell végre mindenkinek elhinnie! Ne! Ne! Jól van, nyugodjon meg, kapitány! Kapitány. Higgyen nekem.
Viktor. Hm? Rossz hírek. Hm. Teljes körű vizsgálat lesz. Dixon tanácsos visszarendelt a földre. Az ő változatuk az, hogy Tony megszegte a dokkolási eljárást, és a legénységet kiszippantotta a vákum. Hát, ez logikusabb magyarázatnak tűnik. Legalábbis könnyebb elhinni, mint a szörnyet, igaz? Viktor, csak mert a fekete doboz nem rögzítette a szörnyet, nem lehetséges, hogy vannak olyan életformák, amiket a műszereink nem jeleznek? Ó, dehogy lehet, hogy megzavarta a fekete dobozt. Csak mert valamit nem láttunk, nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Valószínűleg ezt már sosem tudjuk meg, ha nem megyünk vissza. Szerintem is vissza kell oda mennünk. Sőt, tudom, hogy vissza kell. Azok az űrhajók több milliárd dollárt takaríthatnak meg nekünk, és több száz évet. És az biztos, hogy a hajók nem Tony agyszüleményei. Mert azokat még a fekete doboz is rögzítette. Csak azt rögzítette, hogy volt ott valami. Honnan tudjuk, hogy űrhajók voltak? Vagyis nem hihetünk el semmit, amit Tony mond. Nem, természetesen nem erről van szó. De adott egy ember, aki halottaiból tér vissza, persze, hogy rémálmai vannak. Akkor sem hagyom ennyivel elintézni az egészet. John, attól tartok, hogy a programunk megbukott. És ezért valakinek a fejét veszik. És ez Tony legyen? Nézd, az tény, hogy a mentális állapota zavart. Szerintem pedig nem az. Nem úgy, ahogy ők gondolják. Sajnos azonban ez Dixon tanácsos fogja eldönteni. Jó reggelt, uraim! Jó reggelt! Ó, üljenek le, foglaljanak helyet! Most aztán nagy lekvárban vagyunk, nem igaz? Bizony, egy kudarcnál jobban semmi sem apasztja el a pénzforrásainkat. Nos, remélem van valami ütőképes ötletük arra, hogy szabaduljunk meg ettől a szárazságtól. Tanácsos úr, ott vannak a misszió pozitív hatásai. Miért nem irányítjuk a figyelmet inkább arra, hogy az Ultra a Földhöz hasonló bolygó? Félek, ezek a képlékeny eredmények nem vetekedhettek egy csúfos kudarc PR értékével. Álljunk pozitívan a dolgokhoz. Indítsunk útnak egy második hajót, és a tapasztalatainkat felhasználva fordítsuk a javunkra a bal sikert. Mielőtt elragadtatnánk magunkat a túl messzi jövőbe, koncentráljunk egy percig a múltra. Tudni akarom, maguk ketten mit gondolnak, mi történt valójában odakint? Erre csak én tudok válaszolni, tanácsos úr. Nos? Megkapta a jelentésemet. Az egész világ olvasta a jelentését. Ez az én bajom. Akkor is ez az igazság. Vagy egy mese, mert ahhoz nincs gyomra, hogy vállalja a felelősséget a hibáért, amit elkövetett. Csak hogy ez hazugság. Tudni akarom, hogy maguk mit gondolnak. Maguk hisznek a szörnyben. Én azt gondolom, akármi okozta is a balesetet, hatással volt Tony elméjére, amiről ő nem tud, mi meg nem tudunk rájönni, hogy mi volt az. König? Tanácsos, tudjuk, hogy azok a hajók ott vannak, és az egyik a miénk. Fel kellene tennünk a kérdést, miért vannak ott, és mi történt velük? Csak azonosítatlan tárgyaink vannak, amelyeket a szkenner nem ismert fel. Ha engem kérdeznek, az űrhajó temető ugyanolyan víziója egy beteg agynak, mint a vérengző szörnyeteg. Úgyhogy kérem, ragaszkodjunk a tényekhez, mondja meg őszintén Bergman. Mi okozta az interferenciát a szalagon? Ez, honnan tudjam én, azt lehetett bármi. Csinálhatta ő? Igen, Tony is csinálhatta volna, de őszintén szólva nem tudom, miért tette volna. Hogy fedezze magát? És ugyan miért kapcsolta volna vissza a felvételt rendesre 4 perc, 40 másodperccel később? Azt akarja sugallni, hogy a szörny tette? Ezt a lehetőséget sem vedhetjük el. Nagyon meglep, John. Tanácsos, a fekete doboz rögzítette, hogy a másik űrhajóban légzésre alkalmas levegő van. A kapcsolódási zsilip érintetlen volt, mikor az ajtó kinyílt, a felvétel leállt. Vagyis nincs bizonyíték rá,
hogy a legénység azért halt meg, mert kiszippantotta őket a vákum. Ezért azt mondom, tanácsos úr, hogy a maga vádjaira semmivel sincs több bizonyíték, mint az ő történetére. Nyilvánvaló, hogy maguk nem foglalkoznak a hírnevükkel, de az enyém egyet jelent az űrprogram jövőjével, és így mindent megteszek érte. Attól tartok, végeznem kell ezzel az egész kalanddal. Nem fújhatja le a programot, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a hajókat. Rengeteg sikerünk is volt. Sokat megtudtunk a naprendszerünkről. Tudjuk, milyen veszélyt jelenthet egy fekete lyuk, egy neutronvihar, az űrsugárzás és a többi. De ha azt képzeljük, hogy már mindent tudunk, akkor hatalmasat tévedünk. König, a szomorú valóság az űrkutatással kapcsolatban az, hogy szörnyen sok pénzbe kerül. Lehetőség csak ritkán adódik, és egyszerre csak egy. Nagyon sajnálom, de mindannyiuktól meg kell vonnom a támogatást. Magától, hogy legyen ideje kivizsgáltatnia magát. Maguktól meg, hogy el ne felejtsék, milyen két lábbal a földön állni. szeptember 13. aznap, mikor a Hold elszakadt a Föld körüli pályától, John König, mint a bázis parancsnoka került vissza az Alfára. Viktor Bergman, Tony Cellini és én már ott voltunk. Az ultraszondahajó balesetének emlékei azonban háttérbe szorultak a túlélésünkért folytatott küzdelemben, egészen addig, míg Tony rémálma újra nem élesztette a régi ellentéteket. Köszönöm. Nos, hogy van? Rendben van. És maga hogy van? Én is elég jól. Elég jól ahhoz, hogy beengedjen? John! Kiskorodban sosem tudtam, hogy kell zsírpapíron keresztül nevelni a jácintot. Ez egészen szép lett. Honnan szerezte? Megörököltem az elődömtől. Egy hatalmas táskát hagyott itt tele magvakkal, csak fel kellett nevelni. Na hát, nagyon szép. Nekem hozta? Köszönöm. Be kell vallanom, hogy a srácok a víztisztítóból kicsit segítettek. De azért az érdem az enyém is. Csak azt akartam mondani, hogy sajnálom, hogy magára ripakodtam. Minden esetre ezt nagyon szépen mondta el. És hogy van? Sokkal jobban. Tudja, én ezt nem értem. 5 év telt el az ultraprogram óta. Miért most tört ki rajta? Mert bármikor kitörhet rajta. Pontosan ezért javasoltam, hogy soha ne engedjék vissza az Alfát. Helena, én kérvényeztem. Beszélhetek? Ne erőltesd meg magad, semmi baj. Ezt leveszem, jó? Mi történt múlt éjszaka? Én... éreztem, hogy volt ott valami. Hová akartál menni? Több milliárd kilométeres körzetben semmi sincs. Rémálma volt tegnap este. Az egészségügyi kompjúter riasztott, jelezte nekem, és én ébresztettem fel. Emlékszik? Nem történt semmi. Ide hallgass, Tony. Egy tomahawkot találtunk a kommunikációs toronyban a kabinodban. A szörny voltad? Miért pont most? Mire készültél az űrsasban? Hová menekülnél előle? Szembe akartam nézni vele. Parancsnok, találtunk valamit. Átjönne az irányítóba? Megyek, Paul. Már is jövök vissza. John, ez valami egészen különleges.
mintha egy űrmotor ugratópálya lenne. Na, Viktor? Ez pontosan olyan, mint amit Cellini leírt. Az ultrabolygó közelében. Viktor, a múlt éjjel Cellininek durva rémálma volt. Harcolt a szörnyével. A rémálom után, vagy még közben, el akart kötni egy űrsast. Én kábítottam el. Nemrégen tért magához, és megkérdeztem tőle, hogy mi történt. Azt mondta, hogy szembe akart nézni vele. De a szörnyeteg... Ezek ugyanazok az űrhajók lehetnek, amit az Ultránál látott. És ha így van, ugyanazzal a veszéllyel nézünk szembe, mint ő. Sandra, nagyítást kérek. John, fényévekre vagyunk az Ultrától. Ahogy a Holdunk is a Földtől, ugyebár. És ha véletlen egybeesés? Valami megijesztette Cellinit, amit nem söpörhetünk félre. Kano. Uram. A kompjúter hasonlítsa össze az ultraszonda hajó 1996-ban rögzített adataiban szereplő tárgyakat ezekkel. Van egy gyanú. Tudni akarom, hogy azonosak-e. Parancsnok, megtaláltam. Itt van az ultraszonda hajó. Ez hihetetlen. Igen, az. Ahogy Cellini története is az volt a szörnyről. Ellen, azonnal fel akarok szállni az egyesről, és kíséretet Igen. is kérek. Három űrsas kövessen. Tehát kapok egy második esélyt? Életjel van? Végig pásztáztam az egészet, de semmi. Soha nem is volt. Tony, felszállok egy sassal és fegyveres kísérettel. Olyan közel megyünk, ami még biztonságos. Ha Viktor biztos benne, hogy nincs veszély a szondahajón, összekapcsolódunk és átmegyünk. Mit gondolsz erről? Tetszik az ötlet. Szeretnél velünk jönni? Ragaszkodom hozzá. Túl nyugodt. 5 év után végre tisztázhatja magát. Legyen óvatos, John. Helena, tapogassa le a hajókat, ahogy elhagyunk. Elnézést. Megettük. Bocsánatot kell kérnem Ellentől. Helena! Ellen, bocsásson meg a múlt éjjeliért. Rendben. Tony! Sas 3 és 4 azonnal szálljanak fel és kövessék a Sas 1-et. Sas 2 tegye le a szállító modulját és vegyen fel minket. Sajnálom, John, de ő az én ellenségem. Minden szkennerünkkel pásztázzanak Cellini irányába. Ha találnak valamit, azonnal szóljanak. Igen, uram. Azt gondolja előrement, hogy megsemmisítse a bizonyítékot?
Mi a fene baja van a pasasnak vele? Sas 2-es felvette a modult, parancsnok. Akkor emeljen fel, és adjon bele mindent. Most közelíti meg az űrhajót, parancsnok. 6 perc előnye van magukkal szemben. Köszönöm, Paul. A sast most csatlakoztatni tudná az űrhajóhoz. A vezérlőrendszer kompatibilis. A területet végigpásztázzuk innen az alfáról és a másik két sasról, de eddig nincs nyoma. Se életnek, se sugárzásnak, se erőmezőnek. Semminek. Paul. Még mindig semmi, parancsnok. A fenébe. Valaminek csak kell ott lennie. A hajókról is igazat mondott. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szörny is igaz. Nem, de hihetőbbé tenni az egészet. Viktor. Sajnálom, John, de a nyilvánvaló magyarázaton kívül én sem mondhatok mást. Hadd halljam. A hajók úgy festenek, mint a legyek egy pókhálójában. Akkor megint a szörnynél tartunk. Ellen, készüljön fel az összekapcsolódásra. Nagyon óvatosan. Rendben. John, életjeleket veszek a hajóról. Cellininé. Ha volna ott más is, azt is látnánk. Már ha a műszereink érzékelik.
Sikeresen kapcsolódtunk. Elena, jobb, ha maga itt marad. Menjünk. A szörny több volt, mint amit bármelyikünk el tudna hinni. A mi fogalmaink szerint sosem élt. Hogyan is lehetnénk biztosak benne, hogy meghalt? Miközben siettünk vissza a Holdra, nehogy túl messzire sodrodjon tőlünk, azon gondolkodtunk, kik lehettek a mesés űrhajók ismeretlen utasai. Csak végzetüket ismerjük, ami egy volt Tony Cellini végzetével. John, ha valaha is találunk új helyet, ahol élhetünk, ha sikerül, új mítoszokra lesz szükségünk. Tony Cellini és a szörnyeteg? Nem. Szent György és a sárkány is elég laposnak hangzik, míg meg nem ismerjük a történetet. Ez a történet már a történelmünk része, Helena. Azt hiszem, Tony nagyon örülne, hogy új életet lehelünk egy régi mítoszba. További magyar hangok. Pap János, Zámbori Soma, Sinkovics Vitai András, Szokol Péter, Németh Kriszta, Holnándor, Vég Ferenc, Csuha Lajos. Magyar szöveg Schulz Ádám, hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Júlia.